Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat. Te, ő és ez a kígyó utal egy hölgyre. Ez lehet az ő barátnője vagy felesége, de utalhat más nőre is, aki befolyásolja őt. Ez lehet a testvére, vagy az anyukája, lehet egy kolléganő, tehát mindenkinél más a helyzet. Ami viszont a te jelenlegi helyzetedet jelenti, erre utal itt ez a kártya. A 10-es szám szimbolizál egy új kezdetet, egy új periódus kezdődik nálad. De ez a kezdet nagyon nehéz, hiszen itt sok mindent cipelsz. És ez megnehezíti az életutadat, megnehezíti a lépéseidet. Valamit el kellene engedni. Lehet, hogy sok a dolgod, sok a munkád, az is lehet, hogy sokan vannak körülötted, megpróbálnak befolyásolni téged, vagy utalhat érzelmekre, félelmekre, bizonytalanságokra is, mert az is nehezíti az életutad. És mi a gondolatod, mi a terved? Erre utal itt ez a kártya. A kelyhek jelentik az érzelmeket. Te érzelmekkel közeledsz ehhez a férfihoz, és ő is kimutatja az érzelmeit. De itt még vannak korlátozások. És hogyan tovább, mit fogsz tenni? Itt látható, hogy te leszel itt a korlátozások ellenére a királynő. Itt is a kelyhekről, tehát érzelmekről van szó, és itt is a kehely látható. Ez a királynő uralkodik a kelyhek felett, uralkodik a víz eleme felett, és az utal érzelmekre. És hogy gondol ő rád? Itt látható a főpapnő. Vagy úgy látja a dolgokat, hogy te nagyon tehetséges vagy a spirituális területen, és így gondol rád, vagy bízik a sorsban, mert így van megírva a sorsok könyvében, az Akasa krónikában, amit ez a főpapnő itt őriz. Milyen érzelmei vannak irányodban? Ő úgy érzi, hogy megsértett téged, hiszen itt van ez a pecsét, és ez fáj. Fájdalmakat okozott neked. Vagy azért, mert itt van a háttérben még ez a hölgy, ez a kígyó, vagy azt is jelentheti, hogy ő úgy látja a dolgokat, hogy nálad van egy barátnő, vagy egy ismerős, vagy egy kolléganő, aki így törődik veled, és mindig azt mondja, hagyd el ezt a férfit, hiszen megbánt, megsért téged. És mit fog tenni? Itt a kelyhek láthatóak, az azt jelenti, hogy ez a férfi szeret téged. És a 10-es szám ugyanúgy, mint ezen a kártyán látható, szimbolizál egy új kezdetet, egy új periódus kezdődik itt. A háttérben van ugyan még igazságtalanság, de mégis kinyílik itt egy kapu, ezek a lehetőségek. És most megnézzük ezt a hölgyet a háttérben, amit ez a kígyó szimbolizál. Az lehet a felesége, lehet még egy párkapcsolat, lehet egy rivális nő. Az is lehet, hogy ennél a nőnél valaki másról van szó, aki figyeli őt, befolyásolja őt, mint mondtam, az lehet a húga, a nővére, az anyukája. És milyen helyzetben van ez a hölgy? Erre utal itt ez a kártya. Itt az élmékről van szó,
tehát az anyagiakról, vagy a munkáról, az lehet egy közös tevékenység, az is lehet, hogy ez a hölgy a munkahelyén jelenik meg. Egy munkahelyi kapcsolat például, de az érméknek van más jelentése is, utalhat az értékekre, a belső értékekre. És itt van kettőjük között egy húzavona, erre utal itt a 8-as szám. És mi a terve ennek a hölgynek? Ez a kép utal az ő gondolataira. Ez a hölgy gondolkozik ezen a férfin, és úgy látja a dolgokat, hogy ez a férfi elfordul tőle, hideg és rideg, nem mutatja ki az érzelmeit, a terveit, tehát ez a hölgy nagyon-nagyon bizonytalan, hiszen nincs meg köztük ez a harmónia, ez a közelség, és most megnézzük a hölgy érzelmeit. Itt ez az arany érem jelentheti az anyagiakat, hogy az anyagiak miatt vannak együtt. De azt is jelentheti, hogy ez a hölgy szeretné azt, ha megbecsülést kapna, és ez az ő terve. Ha nem kapja meg ettől a férfitől, akkor megpróbál más irányba tekinteni. Lehet, hogy a hivatását akarja élni. Az látható itt a képen, hogy ez a nő kezébe veszi a dolgokat, irányítja az eseményeket, mivel ez a férfi elfordul tőle, ő is el fog tőle fordulni. Egy más irányba tekint. Itt ezen a képen az látható, hogy ez a hölgy nem találja meg a nyugalmát ebben a kapcsolatban. És itt vannak viták, veszekedések kettőjük között. Ő elhagyja ezt a házat, elbúcsúzik tőle, de fejfájásokkal. Ez a hölgy nem érzi jól magát, mert nem kapja azt meg, amit szeretne. Itt nem csupán érzésekről van szó, hanem az anyagi biztonságról is. És most megtekintjük azt, hogy mi vár rá, milyen lépéseket fog ő tenni. Ez a ház itt alul utal az ő jelenlegi helyzetére. Ő el szeretné ezt a házat hagyni, és el akarja ezt a várat érni. És vannak magas céljai, amire ez a vár utal. És ő el akarja ezt a várat érni. Ő el akarja a céljait érni. Ez a kislány és ez a gólya utal egy új kezdetre. Itt lesznek nála megújulások, és elbúcsúzik ettől a kapcsolattól, lesz egy új kezdet, mint ahogy a 10-es szám itt mutatja, kezdődik egy új periódus, és ez a célja, ez itt, ez a magas cél, és az vezet egy házassághoz. Egy tartós párkapcsolathoz kettőtök között. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!